Június 15-én alapdarúgó Európa-bajnokság első magyar mérkőzését már a Szekszárdi Vármegyeháza udvarán is nézhetik a szurkolók. Ugyanis ezen a napon veszi kezdetét a Babits Mihály Kulturális Központ szinte napi rendszerességgel egészen szeptemberig tartó programsorozata. Közösen a Német Színházzal és több más szekszárdi szervezettel, egyesülettel, művészeti csoporttal együtt állítottuk össze azt a programot, amelyben a foci közvetítéseken kívül színházi előadások, élő koncertek, mozivetítések, pódium előadások és sok-sok más érdekes program várja a szekszárdiakat. Berlinger Attila elmondta azt is, hogy a Vármegyeháza udvara zárt térnek minősül, ezért a jelenlegi járványügyi szabályoknak megfelelően védettségi igazolvánnyal kell rendelkezniük azoknak, akik részt szeretnének venni a programokon. Az udvar befogadó képessége 350 fő, ezért a szervezők karszalaggal fognak valamennyi vendéget ellátni, hogy ezt a létszámot be is tudják tartani. A programok nagy része egyébként ingyenes lesz. Csak azok a koncertek és azok a komolyabb fellépőket, illetve olyan produkciókat bemutató események fognak azok sem sok pénzbe kerülni, amelyeknél azért ez számunkra fontos. Mozi előadásoknál is a benti mozi árakkal fogunk dolgozni, de a legtöbb program, mondom, ingyenes lesz. Vendéglátással is készülünk, Frösch terasz, foci meccseken természetesen csapolcső, rákcsálnivaló, üdítők, szendvicsek is várják a vendégeket. Júniusban nagy részt sportközvetítések fognak zajlani. Júliustól azonban már akár Berecki Zoltán vagy Szulák Andrea koncertjét is élvezhetik az emberek. A gyerekek sem maradnak ki a sorból. Népszerű rajzfilmeket nézhetnek majd a Szekszárdi Vármegyeháza udvarán.